A hétvégén zajlott Kolozsváron az Európai Néppárt nőszervezetének őszi akadémiája. Az érintett témák között volt a családtámogatás, a női szerepek a politikában, illetve a nemek közötti egyenlőség kérdésköre. Október 14-15-én zajlott az Európai Néppárt nőszervezetének őszi akadémiája Kolozsváron. Közel 40 szervezet képviseltette magát a kétnapos konferencián, amelyen munkacsoportokban különböző égető problémákra keresték közösen a válaszokat. A tematikák közé sorolható az oktatás, a háborús helyzet következményei a mindennapokban, illetve a családok támogatása. Egyértelműen arra fókuszáltunk, hogy hogyan lehet a fiatal családokat támogatni, illetve bölcsődeépítés, illetve egyéb ösztönző programokról, és tárgyaltunk adott esetben adókedvezmény lehetőségének a biztosítása. További támogatási lehetőség a meghosszabbított óvodai oktatási program, a melegebédet is biztosító délutáni iskolai foglalkozások, vakációs programok elérhetővé tétele vagy a nagycsaládosok energiaár támogatása. Az őszi akadémia során kialakult álláspontot a nőszervezet az Európai Néppárt politikai közgyűlése elé terjeszti.